Az idei Fehova, vagyis a fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás bemutatkozó kisfilmje. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes Kovács Zoltán kormányszóvivővel együtt nyitotta meg az eseményt, majd szemügyre is vették a standokat. Ők ketten felelnek a kormányon belül a 2021-re tervezett vadászati világkiállítás megrendezéséért. Magyarország újra, úgy mint régen, vadászati nagyhatalom lehessen, és ezt mi is tudjuk, és a nagyvilág is tudja. Semjén Zsolt már 2017-ben is a kormány nagyszabású terveiről beszélt. A vadászati világkiállítás, ez egy virtuális vadászati kiállítás lesz a fenntarthatóság jegyében, a hagyományaink jegyében, a magyar vadgazdálkodás jegyében, de szeretnénk azt, hogy minél szélesebb beágyazottsága legyen. A kormány most már nem csak beszél, hanem költ is. Kovács Zoltán, a rendezésért felelős kormánybiztos egy pénteki jótékonysági vadászaton beszélt arról, bár a világkiállítás csak 2021-ben lesz, eddig több mint 100 partnerrel kötöttek szerződést, és több mint 3 milliárd forintot utaltak ki vadásztársaságoknak, megyei kamaráknak, kulturális egyesületeknek, szakmai szervezeteknek. A Jobbik szerint a kormánytagok a saját hobbiaikra költenek milliárdokat. Akkor, amikor például mondjuk a minimál nyugdíj összege meg 11 éve változatlanul 28.500 forint. Tehát azt gondoljuk, hogy akkor, amikor ilyen anyagi helyzetben élnek a magyar emberek, akkor bőven lehetne mire költeni ezt a pénzt. Gondoljunk csak akár arra, hogy nem is olyan rég az egyik kórházban a WC deszkára gyűjtöttek, mert még erre sem telik. Hogy pontosan mennyibe kerül majd a vadászkiállítás megrendezése, azt nem tudni. Semjén Zsolt egy korábbi interjúban arról beszélt, nem meri megmutatni az esemény költségvetését a pénzügyminiszternek. Egy tavalyi kormányhatározat szerint csak a rendezvény előkészítésére több mint 7 milliárd forintot költhetnek el.